Akkor jöhet az első lekérdezés. Gyűjtse ki a Győr-Sopron Ébenfurti vasutak mozdonyainak adatait. A sorozat a pályaszám, a gyártás éve, az állagba vétel és a típus megjelenítésével. Az eredményt az állagba vétel szerint csökkenően rendezze. Jó, aztán megcsináljuk. Hát azt látjuk, hogy szinte mindent el kell, hogy mondjunk róla. Sorozat, pályaszám, gyártás éve, eddig stimmel a mezők sorrendje és a kiírandó dolgok sorrendje. Állagba vétel, most egy kis kavirc van, és a típus, hogy a gyártót nem kell, meg a tulajdonos nem kell, mert csak a gyesef tulajdonú mozdonyok érdekelnek. Jó, nézzük meg. Tehát akkor mondjuk lekérdezést hozunk létre, tervező nézetben hozzáadjuk azt az egy táblánkat, amit hozzá tudunk adni, bezárjuk ezt az ablakot, és akkor azt mondta, hogy sorozat, pályaszám, gyártás éve, állagba vétel és típus megjelölésével, és a tulaj az a gyesev. Lássuk a művünket, nagyon szép. Mindenki a tulaj, hogy mindenhol gyesev a tulaj. Jó, és ezt nem kell megjelentenünk, ugye? Tehát innen ezt a pipát kikapjuk. Elmenjünk a lekérdezést. Kettő gyesev néven, és akkor ezzel meg is volnánk.